Karahegyi távcsöves ember bemutatja a telefont, ami ezúttal egy étteremben csörög. És nézd már, itt van Samara Weaving az Aki bújtból és a Babysitterből, na meg egy rakás másik filmből is. Nem sokára neki is hívása van, amiből kiderül, hogy ő egy egyetemi tanár, aki a slasher filmekről tart órákat. Hát végre egy érdekes karakter. A nő éppen egy társkereső randin van, de a pasas nem talál ide, ezért kimegy elé az utcára. Majd be egy sikátorba, és ekkor kiderül, hogy Samara rossz lóra tett. Amúgy milyen szomorú már, hogy a filmben játszó egyik legjobb színészt a 6. percben kinyírják. A gyilkos egyébként nem más, mint Flash a Pókemberből, akire még nagy színészi karrier vár, mivel guatemalai felmenőinek hála kreol bőre van. Apropó Közép-Amerika. A mexikói és puertorikói ősökkel rendelkező Jenna is felbukkan, akiről nem tudom eldönteni, hogy jósnőnek vagy Jack Sparrownak öltözött-e. Akinek a neve egyébként magyarra fordítva Veréb Jancsit jelent. A gyilkosról kiderül, hogy nagy döfés rajongó, meg az is, hogy van egy szobatársa, aki telefonon hívja. Flash elmeséli, hogy a terve az, hogy kinyírja szemet és tarát, hogy befejezze az előző rész gyilkosának, Richie-nek a tervét. Így végre készülhet egy újabb döfés film. Kiderül azonban, hogy a vonal másik végén nem a lakótárs, hanem egy másik szellempofa van, aki elmondja, hogy... Ki nem szarja már le a filmeket? Aha. Hát akkor mi is hasítsunk bele az epizódba. Let's roll! Samantha pszichológusnál van, akinek összefoglalja az előző rész eseményeit. Elmondja, hogy a pasia egy sorozatgyilkos volt, akit saját kezűleg intézett el. Ezután hazamegy, ahol a lakótársa közli vele, hogy a húga elment egy buliba inni és szexelni. A partin ott van az önjelölt horror szakértő, azaz Mindy is. Nem mintha bármi szerepe lenne a jelenetben. Tara ezt követően kipipálja a piálást, aztán a szexnek is neki kezdene, de Chad nem hagyja neki, Sam pedig le is sokkolózza az ipsét. Jaj ne, ne a télapó golyóit! A csaj ezután lelép, mivel a buliban az 1 négyzetméterre jutó toxikus barátok száma túllépte a megengedettet. Otthon Chad azt mondja Tarának, hogy inkább vele keféljen. Az igen, megveri a srácot, akivel a csaj szexelni szeretett volna, aztán meg ő akarja megdönteni. Hát ilyen irányítás mániás fickót az alkonyat óta nem láttunk. Jól kapaszkodj, te kis pókmajom! Mi a csöcs van? Samnek is új kanya van, és érdekes momentuma a filmnek, hogy a pasik kizárólag gyilkosoknak, szextárgyaknak vagy beszari pszichológusoknak vannak bemutatva. A tévében Flash haláláról van szó. Persze a lányok kiakadnak, hogy egy újabb szellempofa bukkant fel. Chad meg hazazavarja Samantha pasiát. Ha nem hiszem el ezt az ipsét. Kiderül, hogy a vörös csaj apja rendőr, aki behívja Samet az őrsre, mivel megtalálta a lány jogosítványát a helyszínen. Azért a fugából kemény lesz kiszedni a vért. Ekkor Samanthát halott pasia számáról hívja Ghostface, aki elmondja, hogy szerinte a csaj egy gyilkos, ezért ki fogja nyírni. De hát akkor ez egy végtelen kör lesz. Ez egy olyan, mint ez egy ilyen ördögi kör. Támad is a maszkos betyár, aki elől a lányok bemenekülnek egy vegyesboltba. Ott mindenki meghal, aztán egy hosszas bújócskát követően megérkezik a rendőrség. Az őrsön megbeszélik, hogy a Flash lakásán talált maszk Richie-é volt, vagyis Samantha ex-barátjáé. De a csajokat betámadó szellempofa az egy régebbi, kopottabb maszkot viselt. A kihallgatást félbeszakítja egy másik rendőr, aki elmondja, hogy egy FBI ügynököt is érdekelne az eset. És ki az? Na ki? Hát a Kirby. Aki ha nem mondja ki azonnal a saját nevét, akkor ki is kapcsolom a filmet. Egyébként Kirby vagyok. Kirby vagyok. Kirby Reed különleges ügynök FBI. Na, akkor ezt kipipálhatjuk. Ezután a boltban hagyott állat is előkerül, amin meg Jill és Charlie DNS-e van. Kíváncsi vagyok, honnan szerzi be szellempofa DNS-eket. Tanultunk valami olyat, hogy rángatni kell a pérót, amíg valami ki nem jön belőle. Rakod? Ja, igen, maszterkálni vagy mit kell vele, ilyen eléggé gyorsan. Akkor jó. Az őrs előtt Gail is megjelenik, akit a csajok kiütnek, mivel az ismét könyvet írt az előző filmből. A nő ezután elmondja, hogy... Beszéltem Sydney-vel. Gondol rátok, de Markkal és a gyerekekkel biztos helyre vonult. Hát ez elég gyenge kifogás a karakter távolmaradására.
Ezután a pszichológus is meghal, Ghostface meg ellopja Sam aktáját. Amíg azon gondolkozunk, hogy a doki miért nem elektronikusan tárolja a paciensek adatait, addig Mindy elmondja, hogy a gyilkos biztos folytatást csinál az előző részben kitárgyalt Rickwellhez. Azt is elmondja, hogy a folytatásban a régi karakterek mindig meghalnak. Mindy ezután arra is kitér, hogy a három új karakter egyike lesz a gyilkos. Odaállt a rendőrségen, Kirby és Bailey megbeszélik, hogy Ghostface a pszichológusnál is hagyott egy maszkot, ami a sikoly három gyilkosának, vagyis Romannek a maszkja volt. Ezután megbeszélik azt is, hogy a gyilkos visszafelé megy az időben, mert egyre régebbi szellempofák DNS-ét használja. Az első helyszínen ugye Amber és Richie maszkja volt, a másodikon pedig Jillé és Charlie-é. És mi van Charlie haja körül? Egy másik képről vágták ide? Vagy ez egy kapucni? Mint a Samantha mellett elsétáló ipsén? Roman állarca a pszichológusnál volt, így már csak a sikoly kettő és egy gyilkosainak maszkjai vannak hátra. A fickónak meg amúgy miért nem őszül a szemöldöke? A fiatalok ezután egy helyre gyűlnek, hogy megvédhessék egymást, na és hogy megkönnyítsék a gyilkos dolgát. Az persze meg is jelenik, amit Sam pasia észrevesz a szomszédból. Ahelyett, hogy hozzávágna valamit az ablakhoz, vad integetésbe kezd, ami nyilván nem menti meg a vörös csaj életét. A többiek beszaladnak a fürdőbe, aztán átmásznak a pasashoz, de Mindy barátnője gravitáció áldozatává válik. Ezután Kirby és Gail is megjelenik. Gail elmondja, hogy a film elején elhalálozott Flash és lakótársa béreltek egy régi mozit, ahol szellempofa relikviákat és a Skyrimben összegyűjtött páncéljaikat tárolták. Itt Billy is megjelenik, ami Tarát annyira meglepi, hogy táncra perdül. Mindy ezután horrorfilmes kérdezfeleleket játszik Kirbyvel. A Pszicho 2 alul értékelt. Campo Kiss, az eredeti vagy a Rickwell? Mindkettő. Szerintem inkább egyik se, de hogy az új nem, az biztos. A következő jelenetben a kis csapat csapdát állít szellempofinak. De az nem a közelükben, hanem Gail lakásán van, mert ilyen kis szellemes. A nő is megkapja a szokásos hívást, ami alatt a gyilkos kinyírja a pasiát. Majd Gailt is megpróbálja, de az virággal támad, ami Ghostface kriptonítja. Amíg a nő a gyilkossal bunyózik, megérkeznek a lányok, és megmentik őt. A srácok ezután kitalálják, hogy újabb csapdát állítanak Ghostface-nek, mert már az előző is remekül működött. Helyszínül a mozit választják, ahová metróval mennek. De igencsak rossz szerelvényre szállnak, mert szellempofa mellett ott van Michael, Jason, Freddy, Chucky, Pinhead, Pennywise, Fűrész, Grace és Babadook is. Ticket! Ticket, adjad ide, csoportos kedvezményed van, vagy nincsen? De látunk utalást a mire, a fehér éjszakákra, a ragyogásra és a szolgáló lányra is. Hát én ennyit ismertem fel, de elvileg van még egy rakás, úgyhogy írjátok meg kommentben, hogy mit hagytam ki. Az egyik Ghostface igazinak bizonyul és elintézi a horror szakértőt. De az már megint nem hal meg. Ez alatt a csapda helyszínén Kirby elmondja, hogy az ajtó és a rács közé fogják bezárni a gyilkos. Ez a nagy terv. Hát sok sikert a boss fighthoz. Sam magához veszi Billy fegyverét, aztán kapása van. De nem szellempofa az, hanem a rendőr, aki elmondja, hogy Kirbyt már régebben kirúgták az FBI-tól. Na, egészen jó koncepció lenne, hogy az új Ghostface a régi gyilkosok rokonait és a potenciális új szellempofákat nyírja ki. De sajnos nem ennyire jó a történet. Tara és Chad éppen összejönnének, de ekkor indul a boss fight. Boss fight. Ghost késsel, Chad pedig kamerával és popcornnal támad. Ez egy szellempofa ellen is kevés lenne, nemhogy kettő ellen. Ekkor jön Kirby, akit Bailey lelő, mert hogy ő a harmadik gyilkos. A másik kettő pedig a gyerekei. Ezek szerint a vörös csaj mégsem halt meg. És persze náluk vannak a hiányzó maszkok. De abból szerintem négynek kellene lenni, bár ha az első két helyszínen egy-egy maszk volt, akkor meg hatnak. Vagy nem is tudom, mert én már totál elveszítettem a fonalat. Az új pofázmányok indítéka egyébként az, hogy Sam megölte a harmadik tesót, vagyis Richie-t. És by the way, ez a mozi Richie-é volt, és a zsaru írta rá Flash-ék nevére, hogy ide csalja hőseinket. Ekkor végre beindulnak az események. Alacsonyan repkednek a téglák, a kések és az olcsó poénok is.
Mindig is szívesen szúrtalak volna, Tara! Sam elintézi a szobatársát, Tara meg a srácot szúrná. A papára már sajnos nem marad lőszer, de nem is kell, elég lesz a szabadesés, na meg Billy kése. Ethan váratlanul visszatérne még egy körre, de azt Kirby csirájában elfojtja. Aztán levonja a következtetést, hogy... A múltból nem feltétlenül csak rossz dolgok maradhatnak ránk. Jó, csak azokat meg rendre elbasszák. Ezután kiderül, hogy Chad is életben van, ami azért érdekes, mert kapott vagy 10 szúrást a mellkasába, és ott eléggé fontos szervek vannak. Bezzeg, ha fehér lenne... Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, ha pedig nem tetszett, akkor is köszönöm, hogy megnézted. Betesz! Aha! Meg mindig a farkadat rángatod? Igen, de nem jön belőle semmi. Akkor se hagyd abba!